A közelmúltban számoltunk be arról, hogy megújult a játszótér Gerjen központjában. A település a koronavírus járvány időszakában is hatékonyan végezte a település fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. Többek között logót és szlogent alkottak, amellyel az volt a cél, hogy egységes arculatot alakítsanak ki, és erősítsék a falu közösségének összetartozását. Úgy döntöttünk, hogy egyfajta arculatot elkezdünk kialakítani a településen. Ezt azért is tartottam fontosnak, mert azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a térségbe érkező emberek, illetve ahogy megnézzük a településeknek az életét és lakosság számát, nagy mértékben növekményen fog átmenni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a településen élőkbe egyfajta lokálpatriotizmus, egyfajta helyhez kötődés alakuljon ki és erősödjön. Ezen elvek mentén lett a falu szlogenje, otthonod jövője Gerjen. Az egységes arculat jegyében megújult a település havi rendszerességgel megjelenő lapja, a Gerjeni Hírforrás, és új külsőt kapott a honlap is. A logón megjelenik a falu életében fontos Duna és a tájház jellegzetes sziluettje. Ezt a közel egy perces kis videót is a közelmúltban tették közzé a település közösségi oldalán. Romhányi Károly, Gerjen polgármestere azt mondta, hogy imás filmjük mellett szerették volna rövidebb formában is bemutatni a falut. Az elmúlt években számtalan alkalomkor jártunk mi külföldön, ahol ezeket a 3-4 perces videókat mi nem nagyon tudtuk bemutatni, és azt gondoltam, hogy készítenénk egy 1 perces videót, amivel gyakorlatilag tényleg a településünk életét meg tudjuk mutatni, és hogy miért is vagyunk talán vonzóak azok számára, akik a térségbe letelepülésre települést keresnek. Az arculatban megjelenő tájházat jelenleg felújítják, a Jövünk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kapott forrásból. A teljes rekonstrukciót két ütemben valósítják meg.